Szeretettel köszöntöm kedves nézőinket a Danubia Televízió valamennyi munkatársa nevében. Lássuk, mi történt az elmúlt héten. Megkezdődött a Dunapart ligetesítése Tahitót faluban. 11. alkalommal rendeztek kvadriburgium játékokat Visegrádon. Bejárták a Pilist és a Dunakanyart a 11. Szentendrei szigeti veterán jármű találkozó és túra résztvevői. Az idén 500 éves protestantizmus jubileuma alkalmából családi napot tartottak Pócsmegyeren. Szaniszló Róbert sportfotó riporter tartott előadást Zebegényben. Híradónk végén programokat ajánlunk nézőink figyelmébe. Megkezdődött Tahiban a Dunapart ligetesítése. Az időjárás is kedvezett a szeptember 23-án megkezdődött Dunaparti ligetesítésnek Tahiban. A polgármesteri hivatal dolgozói, képviselők és önkéntesek dolgoztak a napsütéses délelőttön a Kemping utca alatti partszakaszon. Kivágták és összedarabolták a korhat fákat, írtották a területet benövő gazt a környező lombhullatók veszélyét. A dolgozókat az Együtt Egymásért Dunakanyar Egyesület kínálta teával és zsíros kenyérrel, majd tagjai a munkából is kivették részüket. A ligetesítést gyermekek is segítették. Az előkészületeket lakossági felvetésre még tavaly kezdte meg az önkormányzat. A kérés az volt, hogy hasonlóan a szomszédos településekhez Tahitót faluban is legyen egy ligetes Dunapart, a hídfőtől egészen a Leányfalu felé eső Gombaszöki utcáig, azaz a vízmű területéig. A 937 méteres szakasz tisztítását egy ligetesítési partrendezési terv alapján a környezetvédelmi szempontok miatt a vegetációs időszakon kívül szeptember közepén kezdték meg. A bozót és fakivágások a Közép-Dunavölgyi Igazgatóság szakfelügyelete mellett és irányításával történik. A munkát önkéntesek segítségével minden második héten összesen 4 szombaton keresztül folytatják. A gyülekező minden alkalommal a kemping mellett reggel 8:30-tól van. Egy-egy szombaton körülbelül 20-30 méternyi szakasz rendezése van tervbe véve, attól függően, hogy milyen a terület, illetve mennyi önkéntes jelentkezik a munkára. A következő alkalomra október 7-én kerül sor, melyen az önkormányzat továbbra is számít a civil lakosság segítségére. 11. alkalommal rendeztek kvadriburgium játékokat Visegrádon. Idén is látványos felvonulással vette kezdetét a kvadriburgium játékok, de ezen kívül gladiátoriskola, a római gasztronómia legjava, pénzverés, kézműves foglalkozások, katonai bemutatók és rabszolgavásár is várta az érdeklődőket a visegrádi sportpályán. A Soproni Sándor Egyesület rendezvényének legfőbb célja továbbra is az volt, hogy egy nap erejéig felelevenítse és bemutassa a rómaiak életmódját és szokásait. Az esemény és a civil szervezet múltjáról Gró Dániel, az egyesület vezetője beszélt. Érdekesség, hogy egy egyesület előbb csinálta az első rendezvényét, mint hogy megalakult volna, hiszen a hivatalos megalakulásunk 2007. november 7-én történt írásban, és már mi akkor abban az évben megtartottuk az első kvadriburgium játékokat, ami hát megelőzte a hivatalos megalakulásunkat. Így jutottunk el most már a 11. alkalomhoz, és nagy örömmel lettük mi is az egész műsorban azt, hogy most új csapatok érkeztek. Sajnáltuk, hogy a régiek most kicsit távol maradtak tőlünk, de az igazság az, hogy terjednek ezek a római játékok is, és egyre több helyszín van, ahol szükség van római hagyományőrző csoportokra. A Dunakanyari Limesz kutatójának emléket állító Soproni Sándor Egyesület legnagyobb eseményei közé az évente megrendezésre kerülő tavaszünnep és a kvadriburgium játékok tartozik, de ezen túl előadásokat és élő történelemórákat is szervez a társaság, mely igyekszik évről évre megújulni. Évek óta frissítjük és építjük a hátterünket, azaz a korhűvé válásnak az összes eszközét megragadjuk, tehát egyre több a megfelelő ruházat, római
övek, római fibulák, azok, amikkel magunkat feldíszítjük. Az esemény első programpontja a korhű ruházatot bemutató felvonulás volt, majd a sportpályán folytatódott a rendezvény. A rövid katonai bemutatót követően a kilátogatók meghallgathatták Marcus Aurelius, a filozófus császár bölcsességeit és jó tanácsait. Mekkora zavartalanságot biztosít magának, aki nem nézi, mit mondott, tett vagy gondolt embertársa, hanem csak arra ügyel, hogy saját cselekedete igazságos és fedhetetlen legyen. Ne nézd, mondja Agaton, a mások rossz erkölcsét, hanem tétovázás nélkül egyenes úton törj a cél felé. A legionáriusok hadgyakorlatait is figyelemmel kísérhették az érdeklődők, majd kezdetét vette az élethű rabszolgavásár, ahol néhány szeszterciuszért cserébe minőségi portékákra lehetett szert tenni. Nézzék meg az árumat! Nálam csak is a legjobb áru kapható. Na már most, mivel ugye gladiátor voltam, de felszabadultam, hát máshoz nem értek, a rabszolgákhoz, illetve a gladiátor élethez, ezért megalapítottam a Ludus Gladiatorum Aquincumot. Nagyon jó számtam van, mint ugye képzett görög. Próbáljuk ki. Jól figyelj. 223 minusz 12 szorozva 4543-mal, ennek a négyzetgyöke minusz 3. Mennyi az? Pi. Ja, pi, görög, 3,14. Ellenőrizzék nyugodtan. Az esemény szervezői mindent megtettek azért, hogy a kilátogatók visszarepülhessenek az időben. A gladiátor viadalok, a kézműves foglalkozások és a pénzverés mellett lehetőség nyílt egy kis kulináris kalandozásra is. Minden alkalommal megkínáljuk a vendégeinket, amiben tulajdonképpen megint csak a római étkek vannak jelen, azok a gyümölcsök, amelyek Itáliába is megtermettek. A bort nem mézezzük, mert azt mondta mindenki, hogy azt mézezzék a rómaiak maguknak, tehát a bort azt másképpen isszuk mi, és azt nem mézezzük annyira, nem szeretik a mézes bort az emberek. Most már van 3 sütőharangunk is, amivel tudunk sütni valódi római recept alapján készülő kenyérkéket. Gró Dániel összességében pozitívan értékelte az eseményt. A mi rendezvényünk a hely és a résztvevők száma alapján nem tartozhat még az országos nagy rendezvények közé. Annak örülünk, hogyha a visegrádiak és a környékbeliek minél nagyobb számmal látogatják meg a mi rendezvényünket. Szeretnénk minél több embert a soraink között látni, és az az érzésem, hogy aki ide eljön, az biztos, hogy jól fogja magát érezni. Bejárhatták a Pilist és a Dunakanyart a 11. Szentendrei-szigeti veteráni jármű találkozó és túra résztvevői. A szokásokhoz híven szeptember első hétvégéjén ismét összegyűltek a veterán autók szerelmesei a Szentendrei-szigeti Veterán Autós és Motoros Egyesület éves rendezvényén. A civil szervezet legfőbb célja, hogy összefogja a környék veterán autó tulajdonosait és egy olyan baráti társaságot hozzon létre, melynek tagjai szívesen vesznek részt a veteránozást népszerűsítő és támogató rendezvényeken. A társaság tevékenységéről és múltjáról Weber Alfred, a szervezet elnöke beszélt. Az egyesületünk 2006-ban alakult, alapvetőleg a Szentendrei-szigeten lakókból mindegy 20 fővel, azóta dolgozik itt az egyesületünk, és minden évben különböző rendezvényeket szervezünk. Kezdetben oldtimer bőrzéket és versenyeket szerveztünk, utóbbi időben, mivel a bőrzékre nem nagyon volt igény, ezért a versenyek mellett maradtunk. A verseny szervezői nem ragaszkodtak ahhoz, hogy az indulók autói veterán minősítéssel rendelkezzenek, ezzel is megkönnyítve a nevezők dolgát. Nagyon szeretik a versenyzőink, akik ide járnak ezt a fajta versenyt, ugyanis nem kell speciális gépjármű hozzá, mint esetleg egy hegyi felfutó vagy valami egyéb versenyhöz. Itt a normál oldtimer kategóriában lévő járművek tudnak indulni. Az idei verseny útvonala mintegy 110 km volt. A több mint 50 résztvevő csapatnak Szigetmolostorról elrajtolva Tahitótfalun, Visegrádon és Esztergomon keresztül egészen Tátig kellett eljutniuk, majd Pilisszentkereszt, Pilisszántó és Pomáz érintésével végül Budakalászon értek célba. Ez egy tájékozódási túraverseny, ami arról szól,
hogy egy bizonyos útvonalat kell a versenyzőknek megtenni. Ezen az útvonalon vannak ellenőrző pontok, ahol az ellenőrző pontokon különböző feladatokat kell végrehajtani, és ezek a feladatokért pontokat, pluszpontokat vagy hibapontokat kapnak, és a verseny végén ezeknek a pontoknak, hibapontoknak az összege adja a verseny eredményét. A verseny résztvevőinek 8 állomást kellett teljesítenie, ahol érdekes feladatok várták őket. Például idén lesz olyan feladat, hogy a járművel kapcsolatban kell egy jellemző méretet megmondani, például a ablaktörlő lapát hossza, vagy a kipufogó cső átmérője. Tehát ilyen hasonló, ami a járművön van, ehhez kapcsolódó kérdések. Akkor lesz egy olyan állomásunk, ahol 1/100-as feladatnak megfelelően, tehát 100 másodpercre le tudjuk mérni, hogy az adott jármű a kijelölt pici rutinpályán milyen gyorsan tud végigmenni. A verseny végén a budakalászi Kós Károly művelődési házban közel 70 veterán autót csodálhattak meg az érdeklődők. A legidősebb jármű majdnem 80 esztendős volt. A 11. Szentendrei szigeti veterán jármű találkozó és túra szervezői pozitívan értékelték az eseményt. Általában el szokták mondani mindig a versenyek végén, hogy tetszett nekik, nem tetszett, de negatív visszajelzést a versenyeinkről eddig még nem igazán kaptunk. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki eljött, és remélem jövőre még több indulónk lesz. Ismeretlen tettesek felkutatására kérik az állampolgárok segítségét a szentendrei rendőrök. A jelenleg rendelkezésre álló adatok szerint a két ismeretlen férfi július 17-én 4 áruvédelmi széfet felnyitva kozmetikai termékeket tulajdonított el egy szentendrei áruházból. Az ismeretlen személyekről az üzletben lévő biztonsági kamera felvételt készített. A szentendrei rendőrkapitányság kéri, hogy aki a képeken látható férfiakat felismeri, vagy a bűncselekménnyel kapcsolatban információval rendelkezik, jelentkezzen személyesen vagy telefonon a szentendrei rendőrkapitányságon. Idén októberben ünnepli 500 éves fennállását a protestantizmus. Számos emlékműsor kíséri a jubileumot. A jeles alkalomból szeptember elején családi napot tartottak Pócsmegyeren. Protestálni nem csak azt jelenti, hogy tiltakozni, és nem csak keményakú protestánsok, kálvinisták vagy luteránusok vagyunk, hanem protestare, az azt jelenti, hogy tanúskodni, tehát tulajdonképpen a Krisztus hit melletti tanúskodás. Ez a pozitív értelme a protestálásnak. Az 500 éve kezdődő reformációra való emlékezés jegyében családi napra várta az Északpesti Református Egyházmegye az érdeklődőket Pócsmegyerre. A rendezvény programjában úrvacsorás istentisztelet, előadások, ifjúsági alkalmak, gyermekfoglalkozások és kiállítás is szerepelt. Délután közös pontok a reformációban címmel fórumbeszélgetésre került sor a Pócsmegyeri Rendezvényközpontban, amelyen részt vett dr. Jelenics István piarista szerzetes, nyugalmazott egyetemi tanár, dr. Fabinyi Tibor professzor, evangélikus lelkipásztor, valamint dr. Szűcs Ferenc nyugalmazott református teológiai professzor. A rend a munkámat oda irányította, hogy fiatalon rám bízták a rendi teológiai főiskolán a biblikus tárgyak tanítását. Ennek nyomán nagyon sok protestáns szerzőt megszereztem, és megdöbbenve tapasztaltam azt, hogy a kereszténységünk közössége sokkal mélyebb, mint azok a vonatkozások, amelyek elidegenítenek egymástól. Jelenics István hozzátette, nagy előrelépés, hogy a biblikus tudományok területén a nézetbeli különbözőségek nem a felekezeti határok, hanem a biblikus műveltségnek szakmai szempontjai mentén húzódnak, itt tulajdonképpen megvalósulóban van egyfajta ökumené. Felekezeti harcokba bele töpörödő nyugati kereszténységben megjelent a felvilágosodás pogánysága. És a kereszténység akkor ráeszmél arra, éppen ennek a következtében, hogy a lényegesek dolgok ellenére egyetértünk.
És tulajdonképpen kár volt, vagy baj volt, hogy akkor, amikor egymásban ellenfelet sejtettünk, akkor a védekező meg a támadó pozícióink éppen a lényeges és sértetlenül közös keresztény mélységektől elfordították a figyelmünket. Ezek a közös élmények ugye azért arra döbbentettek rá, hogy a kereszténység családja sokszínű, és nem volt, úgy emlékszem, hogy ebből semmiféle konfliktus. Otthon tiszteletbe tartottuk egymásnak a hitét. Amikor aztán teológus lettem, sőt a teológiával hát szakszerűen is kellett foglalkozni, igazában a nagy felfedezésem az volt, hogy sokkal több közös pontunk van a teológiában is, mint ami elválaszt bennünket. És ugye az egész ókeresztény teológia, az egyetemes hitvallásaink, amit mi reformátusok nem nagyon szoktunk hangsúlyozni, hogy azok mind a mieink, Nice a konstantinápolyi hitvallás, úgyhogy azt mi is mondhatnánk, csak talán mi a rövidebb formáját, az apostoli hitvallást mondjuk. Szűcs Ferenc kitért arra, hogy a reformáció olyan mértékben a nyugati kultúrkörhöz kapcsolódik, és annyira ebben a keretben értelmezhető, hogy már az ortodox egyház szempontjából is nehezen foghatóak meg a katolikus és reformált egyházak közötti különbözőségek. Fabinyi Tibor ezt hozzátette, hogy a mozgalom nem egy új egyház alapításának igényével jelentkezett, hanem a meglévő rendszert kívánta megreformálni, és bár külön szervezeti keretet öltöttek a reformált felekezetek, teológiai szempontból mindegyik fél az egyetemes egyház eszményében hisz. És én magamat úgy szeretem leginkább definiálni, hogy én katolikus vagyok, wittenbergi katolikus, tehát ez azt jelenti, hogy az egyetemes egyháznak a tagja, és hittem szerint Szűcs Ferenc professzor genfi katolikus, ugyanannak az egy egyháznak a tagja. A pódiumbeszélgetés a felekezetek közös pontjainak vizsgálatán túl azt is megvitatta, hogy mit köszönhet az emberiség a reformációnak, milyen kritikus pontok akadnak napjainkban, továbbá milyen problémák merülnek fel a jelenben, és hogyan jelenik meg a reformáció a jövő tükrében. Azt is érthetjük, hogy tudnék a saját evangéliumi keresztény gyökereinken kellene megújulni és megtalálni azokat a megoldásokat, amelyek a megmaradásunkat jelentenék, mert különben hát úgy látom, hogy háborús veszélyben van Európa. A beszélgetésről készült teljes felvételt hamarosan megnézhetik itt a Danubia televízión. Szaniszló Róbert sportfotóriporter tartott előadást Zebegényben a Tudásfalva előadássorozat legutóbbi alkalmán. Az ország 100 legjobb fotósa közé beválasztott Szaniszló Róbert volt a Tudásfalva előadássorozat legutóbbi alkalmának előadója a Zebegényben. A fiatal sportfotóriporter 2006-ban ragadott először fényképezőgépet kezébe, és azóta több elismerést is kivívott munkáival. Bár a fotózás korábban nem volt része életének, a sport gyerekkorától végig kísérte. Szaniszló Róbert ugyanis versenyszerűen gördeszkázott, azt követően a hosszú távfutásra váltott, illetve több alkalommal teljesítette az Ironman versenyt. A tőzsgyökeres váci fotós először Angliában, majd a Szent István Egyetemen szerzett diplomát. Rendszeresen fotózza a Roland Garros francia nyílt teniszbajnokságot, a Forma 1 futamait, illetve a hazai divat élet meghatározó tervezőivel, Nárai Tamással, Németh Anikóval és Rivnák Tündével dolgozik együtt, akikkel hazai és nemzetközi divat bemutatókról publikál. Saját fotós ügynökségét 2012-ben alapította meg Focus Press Agency néven. Sport, divat és közélet témákban készíti fotóriportjait, képeit több alkalommal beválasztották a magyar sajtófotó pályázat és kiállítás bemutatott alkotásai közé. 2013-ban egyik felvételével elnyerte a Magyar Sportújságírók Országos Szövetsége nívódíját, ezt követően pedig több képével szerepelt a Robert Kappa Kortárs Fotográfiai Központ Fotó utca Fesztivál című időszaki kiállításán.
Zebegényi előadásán Szaniszló Róbert beszélt a technikai felszereltségéről. Elmondta, közel 14 kilós súllyal járja a sportrendezvényeket. Teljesen magával tud ragadni a légkör, az ottani millió, mert az egész nagy forgatag pörgés, ami ott az egész eseményt így körbeveszi. És ez egy kicsit választ is ad arra, hogy miért nem természetfotózás, és miért nem, és egy kicsit miért sport, mert ez nagyon mozgalmas. Szaniszló Róbert elmesélte, hogyan kezdődött fotós karriere. Elmondta, édesapja teniszedző, ezért egyértelmű volt számára, hogy ebben a sportágban fotózzon először. A Roland Garros 16 oldalnyi pályázatát annak ellenére készítette el és adta be, hogy szakmabeli ismerősei esélytelenséggel riogatták. Az azóta eltelt 8 év alatt rendszeres résztvevője a május és június közötti rendezvénynek, ahol a kiemelt fotósok közé választották, így a döntőn és utána is fotózhatja a torna győztesét. Tehát én ebben a pozícióban, ráadásul középen is ülök, tehát ott aztán végül nem tehetem meg, tehát én nem fordítottam a KHS-et jobban. Mert értemszerűen akkor én ott vagy összeütközök mással, vagy valakinek beledobok az objektívében. Tehát, hogy itt azért ilyenkor általában az van, hogy vagy leérvegyek, és akkor megkérdezem, hogy ott alatt el tudok-e fotózni, vagy sem. A teniszverseny érdekességeit követően a Forma 1-ről, az ottani sajtószabályokról, valamint a pilótákról beszélt Szaniszló Róbert. Kitért arra, hogy a fotósok egy térkép alapján tájékozódnak arról, hogy hol közelíthetik meg a pályát. Vannak úgynevezett piros csíkkal jelölt zónák, amelyeket ha nem tartanak tiszteletben, akár örökre is eltilthatják őket az összes Forma 1-es versenytől. Megmutatta egy Kimi Räikkönenről készült fotóját is, amelyről elmondta, a véletlen szerencsének köszönheti, ugyanis a versenyző nem szeret a kamerák előtt mutatkozni. Tehát a Louis Hamiltonnak úgy szokott érkezni, hogy bukós sapka, mármint ugye motoros bukós sapka, és akkor jó elbúj, úgy jött a tömegbe, és akkor csak ott veszi le, amikor már senki nincs körülött, és akkor ott akkor úgy belinten a története viszont, mióta ugye cégváltás volt a Forma 1-nél, azóta nem tud bujkálni, mert a Liberty médiás így közölték, hogy ilyen bevonulókat tartanak, és kötelezőre neki is megjelenni ezen az eseményen. Ezután a fotós sporttevékenységeire is kitért. Beszélt félmaratoni élményeiről, és arról is, hogyan kezdett triatlonozni. Én hosszú távot kezdtem el futni, félmaratonokat futkostam. Ez is egy teljesen véletlen folytán, így egy nevezés alkalmával felugrott egy ablak, hogy lehet menni triatlon versenyre is. Hát én nem igazán tudtam, hogy ez itt mi van. Felveztem, de biciklim sem volt. És vásároltam egy országúti biciklit, mondván, hogy ez tök frankó, mert hogy ezt most megveszem, elmegyek, és ha nem tetszik, akkor visszaviszem és visszaadják a pénzt. Eldördült a rajt, úszok. Hát igen, ez volt ilyen első nyílfizi, ilyen komolyabb úszása. Rosszul lettem. És így mellé vezet egy ilyen biztosító srác, hogy akkor kivigyen el. Hát én mondtam, hogy Isten menj, hát az életem első, hogy csak rám jön hozzá, de érjél, hát én úszok, csak nem kapok levegőt. Végülis kiértem a partra, ez egy ilyen megfigyelmülés volt, és akkor elkezdtem a bringa túrát. De aztán célba értem, hál' Istennek, és le is zártuk így, tehát ugye ez így kipipáltuk, nem, de zártuk, kipipáltuk az első triatlonos élményemet. És akkor az annyira megragadt bennem, hogy akkor mondtam, hogy akkor jó, akkor a triatlont is beépítjük a sportba. Marad a bicikli. És így van, és akkor marad a bicikli. Végül Szaniszló Róbert a publikációira terelte a szót. Megemlítette eddigi elismeréseit, azt, hogy a nemzeti sporton kívül a nemzetközi médiában is közöl fotókat saját ügynökségén keresztül. Az előadás után a közönség is kapott lehetőséget a kérdezésre, így jó hangulatú beszélgetéssel fejeződött be a rendezvény. Kedves nézőink, most pedig kérem, tekintsék meg, milyen programokat kínálnak a térségben a következő időszakban. Tortasütő versennyel várják a látogatókat a következő nagypiacon Dunabogdányban.
Október 7-én 8-tól 12 óráig ismét kitárja kapuit a Bogdányi piac a polgármesteri hivatal udvarán. Az alkalmon a helyi vadászok látják vendégül az érkezőket. A sok színes és ízletes portéka mellett a családok kedvenc tortáit mérik össze a szervezők. Ismét a civil lakosság segítségére számít az önkormányzat Tahitótfaluban. Október 7-én szombaton immár második alkalommal gyűlnek össze a helyiek a Dunapart ligetesítésére. A gyülekező reggel 8:30-tól lesz a kemping melletti füves területen. A terv egy 20-30 méternyi szakasz megtisztítása a délelőtt folyamán. Mudrák Attila fotóművész képeiből nyílik kiállítás a Visegrádi Mátyás király művelődési házban október 8-án vasárnap délután 17 órakor. A Szent László falképek Székelyföldön című tárlatot Jánó Mihály művészettörténész muzeológus nyitja meg. A kiállítás november 10-éig tekinthető meg könyvtári nyitvatartás szerint. Taktikai megbeszélésre invitálja a lakosságot a Visegrádi Önkormányzat október 11-én szerdán 18 óra 30 perckor a Városháza tanács termébe. A konzultáció célja a város arculatának megtervezése. A rendezvényen bemutatják Visegrád település arculati kézikönyvének vitaindító munkaanyagát, melyről azt követően párbeszéd kezdődik. Az önkormányzat kéri a lakosságot, hogy így módon vegyen részt a településképi szabályok létrehozásában. Az Írók a szigeten elnevezésű rendezvénysorozat keretében Grecsó Krisztián, József Attila díjas költő író lesz a vendége Murányi Sándor Olivér írónak Pócsmegyeren. A beszélgetésre október 13-án pénteken 18 órai kezdettel kerül sor a rendezvényközpontban. Következnek a hírek, még egyszer röviden. Az időjárás is kedvezett a szeptember 23-án megkezdődött Dunaparti ligetesítésnek Tahiban. A polgármesteri hivatal dolgozói, képviselők és önkéntesek dolgoztak a napsütéses délelőttön a Kemping utca alatti partszakaszon. Kivágták és összedarabolták a korhat fákat, írtották a területet benövő gazt a környező lombhullatók veszélyét. A dolgozókat az Együtt Egymásért Egyesület kínálta teával és zsíros kenyérrel, a munkát gyermekek is segítették. A ligetesítés előkészületeit lakossági felvetésre még tavaly kezdte meg az önkormányzat. A kérés az volt, hogy hasonlóan a szomszédos településekhez Tahitótfaluban is legyen egy ligetes Dunapart, a Hídfőtől egészen a Leányfalu felé eső Gombaszöki utcáig, azaz a vízmű területéig. A 937 méteres szakasz tisztítását egy ligetesítési partrendezési terv alapján a környezetvédelmi szempontok miatt a vegetációs időszakon kívül szeptember közepén kezdték meg. A bozót és fakivágások a Közép-Dunavölgyi Igazgatóság szakfelügyelete mellett és irányításával történik. A munkát önkéntesek segítségével minden második héten összesen 4 szombaton keresztül folytatják. A gyülekező minden alkalommal a kemping mellett reggel 8:30-tól van. Egy-egy szombaton körülbelül 20-30 méternyi szakasz rendezése van tervbe véve, attól függően, hogy milyen a terület, illetve mennyi önkéntes jelentkezik a munkára. A következő alkalomra október 7-én kerül sor, melyen az önkormányzat továbbra is számít a civil lakosság segítségére. Idén is látványos felvonulással vette kezdetét a Quadriburgium játékok, de ezentúl a római gasztronómia legjava, gladiátoriskola, pénzverés, kézműves foglalkozások, katonai bemutatók és rabszolgavásár is várta az érdeklődőket a visegrádi sportpályán. A Soproni Sándor Egyesület rendezvényének legfőbb célja továbbra is az volt, hogy egy nap erejéig felelevenítse és bemutassa a rómaiak életmódját és szokásait.
A Dunakanyari Limes kutatójának emléket állító Soproni Sándor Egyesület legnagyobb eseményei közé az évente megrendezésre kerülő tavaszünnep és a Quadriburgium játékok tartozik, de ezeken túl előadásokat és élő történelemórákat is szervez a társaság, mely igyekszik évről évre megújulni. Az idei esemény első programpontja a jelmezes felvonulás volt, ezt követően hadgyakorlat és Marcus Aurelius, a filozófus császár beszéde következett, végül korhű rabszolgavásárt és gladiátor viadalt is láthattak az érdeklődők. A szokásokhoz híven szeptember első hétvégéjén ismét összegyűltek a veterán autók szerelmesei a Szentendrei Szigeti Veterán Autós és Motoros Egyesület éves rendezvényén. A civil szervezet legfőbb célja, hogy összefogja a környék veterán autó tulajdonosait és egy olyan baráti társaságot hozzon létre, melynek tagjai szívesen vesznek részt a veteránozás népszerűsítő és támogató rendezvényeken. Az idei verseny útvonala mintegy 110 km volt, a több mint 50 résztvevő csapatnak Szigetmonostorról elrajtolva, Tahitótfalun, Visegrádon és Esztergomon keresztül egészen Tátig kellett eljutniuk, majd Pilisszentkereszt, Pilisszántó és Pomáz érintésével végül Budakalászon értek célba. A 11. Szentendrei Szigeti Veterán Jármű Találkozó és Túra szervezői pozitívan értékelték az eseményt. Ismeretlen tettesek felkutatására kérik az állampolgárok segítségét a szentendrei rendőrök. A jelenleg rendelkezésre álló adatok szerint a két ismeretlen férfi július 17-én 4 áruvédelmi széfet felnyitva kozmetikai termékeket tulajdonított el egy szentendrei áruházból. Az ismeretlen személyekről az üzletben lévő biztonsági kamera felvételt készített. A szentendrei rendőrkapitányság kéri, hogy aki a képeken látható férfiakat felismeri, vagy a bűncselekménnyel kapcsolatban információval rendelkezik, jelentkezzen személyesen vagy telefonon a szentendrei rendőrkapitányságon. A reformáció 500 éves történetére emlékezve az Északpesti Református Egyházmegye családi napot tartott Pócsmegyeren. A rendezvény programjában úrvacsorás istentisztelet, előadások, ifjúsági alkalmak, gyermekfoglalkozások és kiállítás is szerepelt. Délután közös pontok a reformációban címmel, a Pocsmegyeri Rendezvényközpontban egy pódiumbeszélgetés keretében a reformáció és katolicizmus kapcsolatáról, a reformáció hozadékáról, jelenéről és jövőjéről beszélgettek neves teológus professzorok, dr. Jelenics István piarista szerzetes, dr. Fabinyi Tibor evangélikus lelkipásztor, valamint dr. Szűcs Ferenc református lelkész. Az ország 100 legjobb fotósa közé beválasztott Szaniszló Róbert volt a Tudásfalva előadássorozat legutóbbi alkalmának előadója a Zebegényben. A fiatal sportfotóriporter 2006-ban ragadott először fényképezőgépet kezébe, és azóta több elismerést is kivívott munkáival. Bár a fotózás korábban nem volt része életének, a sport gyerekkorától végig kísérte. Szaniszló Róbert ugyanis versenyszerűen gördeszkázott, azt követően a hosszú távfutásra váltott, illetve több alkalommal teljesítette az Ironman versenyt. A tőzsgyökeres váci fotós először Angliában, majd a Szent István Egyetemen szerzett diplomát. Rendszeresen fotózza a Roland Garros francia nyílt teniszbajnokságot, a Forma 1 futamait, illetve a hazai divat élet meghatározó tervezőivel, Nárai Tamással, Németh Anikóval és Rivnák Tündével dolgozik együtt, akikkel hazai és nemzetközi divat bemutatókról publikál. Saját fotós ügynökségét 2012-ben alapította meg Focus Press Agency néven. Sport, divat és közélet témákban készíti fotóriportjait, képeit több alkalommal beválasztották a Magyar Sajtófotó Pályázat és Kiállítás bemutatott alkotásai közé. 2013-ban egyik felvételével elnyerte a Magyar Sportújságírók Országos Szövetsége nívódíját, ezt követően pedig több képével szerepelt a Robert Kappa Kortárs Fotográfiai Központ Fotóutca Fesztivál című időszaki kiállításán. Az előadás után a közönség is kapott lehetőséget a kérdezésre, így jó hangulatú beszélgetéssel fejeződött be a rendezvény. Tortasütő versennyel várják a látogatókat a következő nagypiacon Dunabogdányban.
Október 7-én 8-tól 12 óráig ismét kitárja kapuit a Bogdányi piac a polgármesteri hivatal udvarán. Az alkalmon a helyi vadászok látják vendégül az érkezőket. A sok színes és ízletes portéka mellett a családok kedvenc tortáit mérik össze a szervezők. Ismét a civil lakosság segítségére számít az önkormányzat Tahitótfaluban. Október 7-én szombaton immár második alkalommal gyűlnek össze a helyiek a Dunapart ligetesítésére. A gyülekező reggel 8:30-tól lesz a kemping melletti füves területen. A terv egy 20-30 méternyi szakasz megtisztítása a délelőtt folyamán. Mudrák Attila fotóművész képeiből nyílik kiállítás a Visegrádi Mátyás király művelődési házban október 8-án vasárnap délután 17 órakor. A Szent László falképek Székelyföldön című tárlatot Jánó Mihály művészettörténész muzeológus nyitja meg. A kiállítás november 10-éig tekinthető meg könyvtári nyitvatartás szerint. Taktikai megbeszélésre invitálja a lakosságot a Visegrádi Önkormányzat október 11-én szerdán 18 óra 30 perckor a Városháza tanács termébe. A konzultáció célja a város arculatának megtervezése. A rendezvényen bemutatják Visegrád település arculati kézikönyvének vitaindító munkaanyagát, melyről azt követően párbeszéd kezdődik. Az önkormányzat kéri a lakosságot, hogy így módon vegyen részt a településképi szabályok létrehozásában. Az Írók a szigeten elnevezésű rendezvénysorozat keretében Grecsó Krisztián, József Attila díjas költő író lesz a vendége Murányi Sándor Olivér írónak Pócsmegyeren. A beszélgetésre október 13-án pénteken 18 órai kezdettel kerül sor a rendezvényközpontban. Kedves nézőink, ezzel a híradó végéhez értünk. Valamennyi kollégám nevében köszönöm megtisztelő figyelmüket. Ne feledjék, híreinket, műsorainkat megtalálhatják az interneten is, a danubia-televízió.hu weboldalon. Nézzenek minket a jövő héten is, viszontlátásra!